ez egy már meglevő dolog. Ezt a keresztények között csak a legszélsőségesebben ortodoxok mondanák el a Bibliáról. Meglehetősen köztudott dolog, hogy a Biblia egy történetileg megszületett valami, aminek a története, nem tudom én, 700-800 évet fog át a legkorábbi szövegektől a legkésőbbiekig. És ilyen formán a párbeszéd az evangéliumokkal az, hát én azt gondolom, hogy az annyiban pontosítható még, hogy a Jézus üggyel kapcsolatos párbeszéd, amiben aztán a Korán bekapcsolódik, az már az evangéliumokban megjelenik. Éppen azért, mert hogy az evangélium, mint olyan, az nem egy egyszerű dolog, magába a Kánonba is 4 evangélium került be, és történetileg tudjuk azt, hogy ami a 4 evangéliumon belül van, azoknak is megvan a saját külön-külön történetük, és ezek egymással valamiféle viszonyban vannak, akár a szinoptikusokon belül, akár a szinoptikusoknak és Jánosnak a párbeszédében. Tehát itt mondjuk nagyon érdekes lenne, ha ezt ki lehetne tapogatni egyáltalán a Korán szövegéből, hogy mely evangéliumok mely rétegével találkoznak és folytatnak párbeszédet, mert hát ez a pár, mert a kereszténység Jézus hagyománya az legalább 100-150 éves, most az utótörténettől eltekintve, tehát a megszólaló Jézus mondásoktól a bizonyos történeti keretek között elhelyezhető korai, a kánon lezárása előtti evangéliumokban, és azért fogalmazok így, hogy ne azt mondjam, hogy a kanonikus evangéliumokban, hanem a kánon lezárása előtti evangéliumokban, mert ezekben más evangéliumok is benne vannak, mint például a Tamás evangélium, a Fülöp evangélium és egyebek, és nem csak olyan későbbiek, mint mondjuk a Nikodémus evangélium. Tehát, hogy ezek az ezekkel való, az ezeknek egymással való párbeszéde, és a Koránnak az itt bekapcsolódó, hát, ahol a Korán felveszi a szálat. De azért egy egész konkrét kérdést föltennék, mert ez engem amúgy is izgat, hogy azért azt tudjuk, hogy a Koránnak a kanonizációja, bármennyire is azt mondja az iszlám hagyomány, hogy ez a Mohamed által kapott és lejegyzett, már amennyiben analfabéta volt a lejegyzett hagyománynak a rögzítése, ami nem tudom, Abu Bakr és Oszmán környékén hagyományos keletkezett, történt meg. Tehát, hogy ott azért vannak évek, ha nem is olyan nagyon sok, és ezek alatt történhettek dolgok, ha más nem, annyi biztos, hogy bizonyos koránok eltűntek. Hiszen a kereszténységnek a kanonizáció, a keresztény szentírásoknak a kanonizációja is úgy történt de facto, hogy bizonyos iratok eltűntek. Ugye a könyvégetés az egy nagyon-nagyon régi hagyomány, és ez most technikailag akármilyen módszerrel történik, az iszlámban is megtörtént ez, hogy valamikor, viszonylag korai időben egy vagy több korán tradíció eltűnt, amiről azt hiszem, hogy elég keveset lehet tudni, de mégis mi most annak a tradíciónak a párbeszédéről tudunk egyáltalán beszélni, amely tradíció fennmaradt, fizikailag fennmaradt. Hogy mit lehet itt esetleg a homok alól kikaparni? Ellenében a Hubai tanár úrral én magához ehhez a dologhoz egyáltalán nem értek. És
Épp ezért egy egészen más dolgot kérdeznék, hogy tudunk-e, utaltál rá, de hogy tudunk-e ennél részletesebben ennek a, hogy mondjam, modern szociológiai, hogy tetszik, tudomány szociológiai valóságáról. Tehát, hogy feltételezem, hogy mondjuk a Muhammad Ali óta van valamilyen értelemben vett, hát szekulár, abban az értelemben tudományos vizsgálata a Koránnak, ami a, hát a nyugati tudományos normáknak megfelel. De például fogalmam nincs, hogy iszlám forradalom az például, hogy érintette ezeket a működő egyetemeket. Szóval tudunk erről valamit? Tehát, hogy itt egy ilyen szekuláris, kritikai tudományosság van-e a arab országokban bármilyen értelemben is a Koránnal kapcsolatban, vagy pedig arról van szó, hogy hát ez egy ilyen belnyugati ügy tulajdonképpen, tehát hogy a nyugati arabisták vitatkoznak valójában nyugati arabistákkal és keresztény teológusokkal. Ez engem mint tulajdonképpen legalább annyira érdekelne, mint hát maga a konkrét kérdés, amivel kapcsolatban nekem is van egyébként egy olyan alapérzésem, amit a Péter mond, tehát, hogy itt egy ilyen, az egyik oldalon érzékelünk egy sokszínű világot, tehát tele vagyunk, és folyton, hát már úgy értem, hogy évtizedenként előbukkannak ilyen-olyan szinoptikus evangéliumok, a Koránnál meg a jó értem se kép, se hang. Tehát, hogy ott mintha ott egy egységes, vagy mesterségesen egységesnek fenntartott hagyomány állna fönn, ami persze lehet, hogy egyszerűen azzal áll összefüggésben, hogy ott még van mögötte, ha úgy tetszik, hatósági erő, ami akadályozza, hogyha esetleg valaki talál valamilyen darab papírt, akkor azt nem publikálja, nem tudom. Tamás, angol? Megvárnám a... Hát én meg azt gondolom, hogy gyűjtsük aztán, igen. Jó, hát szóval én nem szeretném nyilván a könyvről semmit mondani, hanem inkább esetleg kérdéseim lennének a könyv itt prezentált tartalmi indítatása nyomán. Részben, ugye többször elhangzott, mert a cím is valahol ezt intencionálja, ezt hordozza, sejteti, ígéri, hogy ez a Jézus alakja a Koránban, bevezetés a muszlim keresztény párbeszédbe. Igen, bevezetés a muszlim keresztény párbeszédbe, tehát hogy a szerző szerint a jelenleg mifajta dialógushoz kínál a koránológia lehetőséget. És ez a könyvben is mifajta dialógushoz vezető munícióval találkozik az ember. Mondjuk egy ilyen a föltételezhető egy az ábrahámita ökumené vagy a trialógizmusnak a jegyében egy olyan dialógus koncepció, amelyik alapvetően egy közelítő, tehát a két vallási közösség közötti közelítésnek a céljait szolgálja, illetve tudja szolgálni, ami különösképpen is fontos lenne nyilván a mai körülmények között, amikor a kultúrák háborújának a különféle teoretikusai, ez még Magyarországon is nagyon erősen megosztja a frontokat,
ugye az iszlám és a keresztény világnak a diametrikus viszonyából kiindulóan alapvetően egy kontroversz teológiai iszlám keresztény dialógusban látják a maguk szerepét, miközben mások pedig éppen ellenkeznek. Szóval ebben a könyvben a szerzőnek által felvonultatott tudományos arzenálnak az igénybevételével alapvetően milyen dialóg profilú, alakzatú dialógushoz kap muníciót az olvasó, és van egy külön szubjektíve ezt illetően a kedves szerzőnknek van-e álláspontja. És a másik, amit itt mind a ketten a kollégák is feszegettek, hogy ugye hogy néz ki egy mondjuk ilyen pro-ábrahamita dialógus koncepciónak elkötelezett tevékenység, hogy jelenik meg valóban az arab világ illetékes régióiban. Európában, meg a USA-ban is ugye azt látjuk, látható, hogy jelentős műhelyek vannak, amelyek egy ilyen kultúrák közelítése irányába szolgáló gondolkozást patronálnak és próbálnak előmozdítani egy ilyen irányú dialogikus filológiát művelnek, és az is látható, hogy noha azt feltételezhetnénk, talán még okkal és bizonyos jelek alapján legalábbis, hogy mindez az arab világon belül kevésbé talál viszonzásra, hogy ugyanakkor azért nagyon komoly iszlám teoretikusok jelennek meg azokban a dialógusokon, amelyek kvázi akár a kelet-nyugatnak a kapcsolati fórumaiként is értelmezhetőek. Vajon tényleg mifajta ereje volumen a nagyságrendje van az ábrahámita dialógus elkötelezettségében fogant párbeszéd kultúrájának az arab világ felől, ez egy ilyen konkrét kérdésem. Másról pedig, hogy vajon a Kuránnak a Jézus képe, jöttem, hogy vajon, ami a Kuránban megjön a Jézus kép, az a szerző szerint mennyiben alkalmas és mely pontjaiban alkalmas egy pozitív irányvételű és ott esetben egy negatív, kontroversz teológiai irányvételű dialógusnak az előmozdításához. Hol vannak azok a teológiai pillérek, azok a teológiai interpretációs régiók, ahol a két teológiai tradíció, mondjuk akár Jézus személyének az interpretálása körül is inkább tud találkozni, mint sem, hogy eltávolodik egymást. Gondolom például a szufizmuson belüli hagyományos speciális teológiai kultúrában megíró lehetőségekre. Köszönöm szépen, körülbelül ennyit. Így egyelőre legalábbis, igaz, hogy már nem kell gyorsan megmutatások állján tudok maradni. Tiétek a szó. Kíváncsi érdeklődéssel várom a kedves kollégáknak a válaszot, és akkor azonban egy további kérdéseket motivál, hangolhatnak ebben. Jó, köszönöm szépen én is először a reflexiókat Orsiának is, meg a többieknek is, és nagyon sok kérdés elhangzott, tehát majd esetleg... Igen, ezért lett volna jó talán... Igen, érdemes lenne egy kicsit részekre bontani, mert már nem biztos, hogy én mindenket meg tudtam jegyezni, mert nem írtam most itt föl magamnak, de próbálok reflektálni mindegyikre egy elsőnek, aztán majd esetleg emlékeztessetek, hogy mi az, ami még
kimaradt a dologban. Az elsőről még az orsolya reflexiójával kapcsolatban. Köszönöm szépen a reflexiót, és inkább a kritikai oldalára annyit válaszolni. És ez ugye nyilvánvalóan mindenki számára ezt felmerült, hogy nyilván a könyv, ahogy a címe is sugallja, vagy az alcíme is sugallja, ugye bevezetés kíván lenni ebbe a párbeszédbe, tehát nem kifejezetten magának a párbeszédnek akar mondjuk struktúrát teremteni. Már csak azért sem, mert az itt nem hangzott el, de hadd emeljem akkor ki. Mert ilyen típusú könyv akár magyarul is megjelent, a bevezetőben benne van most a pontos címe, nincs előtte, de néhány évvel ezelőtt a Jezsuiták kiadásában, ami egy ilyen inkább struktúrált párbeszédet próbál közvetíteni muszlimok és keresztények között, ahol nincs ilyen szűk tematikája, tehát nem kizárólag Jézusra vagy egyetlen egy teológiai pontra fókuszál, hanem megpróbálja, ugye, mi is ennek a címe, azt hiszem, a muszlimok kérdeznek, a keresztények válaszolnak, ha jól emlékszem, magyarul ez lett a címe. Ez egy német jezsuita szerzőnek a munkája, az interneten elérhető németül és angolul fordításban is sokféle módon, és néhány évvel ezelőtt jezsuiták kiadásában megjelent magyarul is, az egy ilyen struktúrált párbeszédet próbál közvetíteni. Az én könyvem az ennél mondjuk implicitebben próbál a párbeszéd tematikájához szempontokat adni. Tehát ez az egyik megjegyzés, amit át is jött a reflexiók szintjén, de ez nyilván emiatt is, hogy magyarul is létezik ilyesmi, emiatt is a szerzői szándék is volt. Tehát én nem kifejezetten a párbeszéd struktúráját próbáltam itt alakítani, hanem egyszerűen egy tematikán keresztül próbáltam meg felvetni implicite olyan pontokat, amik kínálják magukat, legalábbis az én véleményem szerint kínálják magukat ahhoz, hogy ebből a késő antik gyökérből kinő, de mégis külön-külön ágazó és aztán külön-külön fejlődő, időnként egymásra ható, de leginkább egymással szemben álló két kultúrának a modernkori dialógusához szempontokat szolgáltasson. A másik dolog, amire szintén az Orsolya is utalt, hogy nyilván ez a műfaj, ez nem itt a 20. században született, Péter is utalt rá, hogy korábban ez nyilván polémia néven futott, vagy apológia néven futott, tehát ez abszolút nem novum. És ez egészen, ami viszont érdekes, az egészen gyakorlatilag még a II. Világháború után is gyakorlatilag így működött. Tehát ha megnézzük, nagyon sok ilyen, Orsolya is említett néhányat, nagyon-nagyon sok ilyen jellegű mű született egészen a II. Háborúig, amelyek keresztény szempontból tulajdonképpen apologikus vagy polemikus indítások voltak. Ez is még néhány más kötet, de nem olyan túl sok, megpróbál ezen a fajta indítatáson túllendülni, és egy szisztematikusabb, és hát nyilván senki sem tud a bőréből kibújni, de egy kevésbé apologetikus tendenciát próbál követni, és inkább egy objektív képet rajzolni a jelenleg elérhető tudásunkról. A Péter felvetéséhez kapcsolatban ugye nagyon sok minden megfogalmazódott, és köszönöm szépen, mert ezek nekem is fontos visszajelzések és fontos szempontok. Az egyik, ugye, ami mindenképpen megragadt a figyelmet, és amire emlékszem, ugye ez a történelmi periodicitás kérdés, ami ténylegesen nem problémamentes nyilvánvalóan, de azt látni kell, és ezt próbálom én is érzékeltetni talán a szövegben, hogy nyilvánvalóan ez a periodicitás, ez az én olvasatomban, ez különböző helyeken, különböző korszakokban máshogy nyilvánul meg. Tehát ez a periféria, amit Mohamed alkotott, akkor ugye a Bizánc, a Szaszanida, Perzsia és Etiópia, mint három nagy kulturális hatalom között, ez a periféria, ez az én olvasatomban abszolút a késő antikvitásban él, még akkor is, ha számszerűleg esetleg mondjuk a 7. század, az mondjuk Európából nézve már középkornak tekintendő. Tehát itt egészen mondjuk a mohamedi kalifátus és egyáltalán az iszlám politikai intézményei, azok abszolút az ókori keleti világ valóságának az örökösei. És ugyanúgy a kultúr vagy eszmetörténetben is gyakorlatilag ez a háttér szerintem, ami meghatározó és ami kimutatható. És ugyanígy ebben vitatkoznék is a Péterrel, ugyanígy szerintem a kereszténységnek és ennek a keleti ágának a formálódása az
szerintem nem zárul le olyan korán, ahogy ezt említetted. Illetve valószínűleg itt is különböző helyszíneken, különböző időpontokban zajlanak az események. Nyilvánvalóan a centrumokban talán hamarabb megfogalmazódnak, kialakulnak olyan markáns vélemények, amelyeket később ortodoxnak nevezett, vagy jobban bevett felekezetek fognak majd képviselni. De a perifériákon és azon belül is mondjuk egy populárisabb vagy populista közegben ott sokkal inkább ezt a dinamizmust és az egymással ellentétes nézeteknek az ütközését látjuk. Ugye ez a világ, amiben Mohamed mozog, ez leginkább a, mondjuk a mi fogalmaink szerint az apokrífeknek a világa, nem is igazából a kanonikus evangéliumok, hanem az apokrífeknek a világa, ami maga szövegszerűségében is egy változó valami, hiszen fordításról fordításra, szöveghagyományról szöveghagyományra nem mindig ugyanazt a képet nyújtja. És a Mohamed környezete is egyáltalán az a csoport, aminek ő része volt, az ennek a valóságnak a része, és ennek a dinamizmusában próbál valamit reflektálni arra, amit ő kap. Ugyanígy probléma szerintem más vonatkozásban például lehetne említeni, tehát hogy ugye a zsidó kereszténységnek, amit úgy hívunk egy ilyen a tórai előírásokhoz ragaszkodó, de ugyanakkor valamennyire Jézust elfogadó kereszténységnek a fennmaradása, amire megint nekünk csak egy polemikus képünk van az egyházatyáknak a szövegeiből. De pont a Korán, illetve ezek a késő keleti források, azok majd inkább azt a képet rajzolják, hogy ezek a csoportok is jóval tovább léteztek a maguk realitásában, ha nem is pontosan úgy, ahogy ezek a korábbi polemisták megrajzolják nekünk, de mégis valami módon fennálltak, és sokáig meghatározták ezeknek a nagyvallásoknak a perifériáját és a realitását. És Mohamed, illetve a környezete, ő ebben az irányban mozog, illetve ebben a közegben mozog, innen szerzi az információit, és ez egy abszolút dinamikusan változó világ az én olvasatomban. Tehát a nagy centrumoktól messze van, a nagy teológiai kikristályosodott álláspontokról nincs képe, amiről képe van, az ezeknek a populáris olvasata, ha tetszik, vagy ezeknek a periférián is elérhető lecsapódása, ami viszont még abszolút nem eldöntött, vagy lejátszott. Azok majd talán később lehet annak tekinteni. Tehát a könyv ilyen tekintetben próbál meg útmutatást adni ezeknek, és ebben próbálja meg ezt a dinamizmust, vagy ezt a késő antik hátteret feltárni, és megmutatni ennek a sokszínűségét. Ami mi volt még itt, ami ugye kérdésként elhangzott, nyilvánvaló ugye a dialógusnak a kultúrája az iszlám világban, ugye, ami természetesen egy problematikus dolog, és hogy egyáltalán ez fellelhető-e, vagy nem, ez ugye nem volt a könyvnek célkitűzése, hogy ezzel foglalkozom. A bevezetőben azt igyekeztem tisztázni, hogy nyilván a könyvnek az érdeklődési köre az elsősorban inkább tudományos és inkább filológiai érdeklődés, és amit az hozzá tud adni a párbeszéd kultúrájához, azt megpróbáljuk hozzáadni. Ami azon túlmutató szociológiai sajátosság vagy egyéb, azzal tudatosan nem foglalkozik a könyv, hiszen akkor túl lépné a kereteit. Ugyanez igaz arra is, amit Orsolya felvetett. Ez abszolút egy gyümölcsöző felvetés, de ezt kizártuk már a bevezetőben, hogy nyilván nem tudunk foglalkozni a Jézus interpretációknak, akár csak a muszlim szinten megjelenő Jézus interpretációknak a különböző formáival az idők során, hiszen az megint csak szétfeszítené a kötetet. Tehát az csak akkor vontam be az értelmezésbe, ha ténylegesen a koráni szöveg megértésében segíthet. Tehát ha attól eltávolodott, vagy egy sajátos interpretációt, akár szufi típusú interpretációt, akár mondjuk ettől ortodoxabb a sarita, vagy egyéb muszlim interpretációt, de később interpretációt,
ezt tudatosan kizártuk, hiszen az egy sokkal nagyobb és egészen más típusú könyvet eredményezett volna. Egyébként vannak ilyenek is, vannak ilyen jellegű gyűjtemények, nyilván azok sem teljesek a maguk zártságában, de vannak ilyen kísérletek is. Jézus képpel foglalkozó kötet, az hogy is tekintheti relevánsak, hogy nem tárgyával tartozónak a Jézus Korán alapján és a különféle muszlim tradíció, inkluzíve szufizmus megjelenő Jézus interpretációt, a fordítani arra tekintettel, hogy legalábbis én a saját tapasztalataim és ismereteim szerint ezeken a dialógus eseményekkel, itt nem alapvetően a néhány tányi hálaétel elfogyasztása a fontos, mint volt a 60-70-es években ugye Magyarországon, amikor a zsidó-keresztény dialógusnak a lényeg az volt, hogy mondták a keresztények, hogy ez természetes, hogy a Úr Jézus Krisztus a zsidók megölték, ők ezzel a prekoncepcióval vagy axiómával ülnek a dialógizálni, mondom, mit keresnek ott, hát jó, a bóság pánika. Szóval azért. Na most mondták nekem a kollégák a 70-es években, na most ezek a muszlim keresztény dialógusok ezért nem ezen a szinten mozognak, azért legalábbis feltételezem egy reprezentatív mennyiségében enne szerveződményeknek, hanem pont ott, ahol éppen azt monitorozzák, hogy a Jézus kép, aminek ugye van ez a meglehetősen prekárius, doketista dimenziója a Korán alapján, ez hogyan és miként használható a dialógusban, a tudományos megalkozottságban és az összes létező tudományos használat bevetésében, hiszen erre szolgálnak ezek a dialógusok, nem csak a halál fogyasztása, hanem a tudományos alapvetésű diskurzusokra, hogy ugye ez miként igarálható inkább egy Ábrahám, mint a ökumenizmus horizontján zajló diskurzus célkitűzésével, vagy éppenséggel mifajta interpretációs eszközöknek az igénybevételével vehető, használható, mégis termékeny kiinduló pontjánát, vagy hogy melyek azok, és erre próbáltam az előbbi kérdésemmel is rákérdezni, hogy ha ez nem is, akkor melyek azok a koráni Jézus kép mozzanatok, amelyek nem távolítóan, hanem mondjuk közelítő értelemben, jó haszonnal, tudományos alapvetéssel értelemszerűen, tudományos hermeneutikai alapvetéssel különösképpen, vehetőek igénybe az iszlám keresztény dialógus arcolatának formálásában. Én úgy érzem, hogy itt van egy, hogy két dologról beszél, mind a két dologról beszélnénk párhuzamosan. Egyrészt ugye van az a két, ugye ez a iszlám keresztény párbeszédnek a hát mondjuk társadalmi, vagy politikai, vagy nem tudom én milyen tartalma. Másrészt viszont szerintem van egy kérdés, ami ezt az egészet megelőzi, és én igazából e felől érdeklődtem, létezik-e abban az értelemben az iszlám országokban, hogy mondjam, kritikai vallástudomány? Amilyen értelem, tehát ugye ma nem merül föl, hogy a jó, hát történetesen a jelenlévők mind valamilyen egyházi fenntartású intézményben dolgoznak, de azért nem merül föl bennünk az, hogy az egy ilyen, hogy mondjam, egyházvezetői hierarchikus döntés lenne, hogy mit helyes gondolni a, nem tudom én, a második századi kereszténységről, hanem ennek van valami fajta, hát ilyen világias értelemben tudományos diskurzusa,
egyházi intézményekben is. Az én kérdésem igazából arra vonatkozott volna, hogy egyáltalán van-e egy ilyen tér az arab országokban, vagy pedig, hát hogy mondjam, párt és kormányhatározatok irányítják azt is, hogy, hogy mi van a korán. Mert tudnék, hogyha nincs ilyen tér, akkor abban az értelemben a, hogy mondjam, a párbeszéd sem működhet úgy, hiszen akkor a egyik oldalon mindenféle véleményű emberek vannak, a másik oldalon meg hát szerencsétlen módon kézben tartott dolgok van. Ha viszont van ilyen tér, akkor, akkor merül fel az a kérdés bennem, hogy ez elsősorban ez a tér a nyugati arabistáknak a tere, vagy pedig ténylegesen, most még az iszlám forradalom után is, van mondjuk, nem tudom én, Teheránban, vagy Kairóban, van még valami fajta ilyen szabad vita. Hogy ezt effektíve tudjátok, én most nem akarok megelőlegezni semmit. Egy rövid kommentet a szabad fél percben, hogy tudnék. Én arról az elvi és gyakorlatilag is megfigyelhető jelenségről beszélek, amikor a Nyugat-Európában zajló dialógusok, vagy éppenséggel nem, Európában zajló dialógusoknak a képviselői nem a nyugati kontinensnek a reprezentánsai, arab, muszlim reprezentánsai, hanem az arab világból érkező, ott tudományos tevékenységet folytató képviselőkkel. Hogy ezeknek milyen volumene van, nagysága, milyen reprezentációs nagysága van, ezt nem tudom. A kérdésem erre vonatkozott. Nem vagyok teljesen a szakértője mélységében ennek a dolgnak, csak pár ilyen hozzászólás, hogy például az, amit mondjuk európai vagy nyugati világban úgymond a nem vallási hátterű, de vallástudománnyal, vallástörténettel foglalkozó vizsgálódásoknak a megléte, ugye például amit a JAR, ez az International Association of the History of Religions, vagy ennek az európai, ugye ez az EASR nevű egyesület, ugye ezen belül még Európában ez az ISOREGEA is van, amely a kelet-európai vagy közép-európai vizsgálódásokat egyesíti. Tehát ilyen típusú, ami akár az international-ben, akár az európaiban, akár a közép- és kelet-európaiban megnyilatkozik, a tudomásom szerint ilyen nincs. Ugye, tehát van mondjuk akár afrikai vagy ázsiai központja ezeknek a vallástudományi vizsgálódásoknak, de olyan, ami kifejezetten így a közel-keletben, vagy közel-keleti vagy észak-afrikai központtal működne, ugye, olyan nincs. Tehát, hogyha például ezeket a nemzetközi vallástudományi vagy vallástörténeti kongresszusokat is így elemezve végignéznénk, akkor olyan küldőintézményeket, amelyek legyenek akár mecsetek, akár egyetemek, és onnan úgymond vallástudósokat résztvevőként nem láttunk. Tehát nem tudom, valami ilyesmire vonatkozó igen, a kérdés. Igen, igen. Én ennek egyszer utána akartam nézni, és nagyon elvétve egy-két országban, sajnos a fejből nem fogom tudni megmondani, melyik országban láttam, úgymond kifejezetten megalapított szervezetet, vagy tudós közösséget, aki direkt, tehát mindenféle vallási háttértől függetlenül, tehát objektíven akart volna vizsgálódni, de a legtöbb országban, amennyire egy első ránézésre látszik, nincs ilyen jelenlét. Ugye ez volt az egyik, amire szerettem volna reflektálni. A másik a vita, vagy a dialógus, vagy a polémia, vagy nevezzük, ahogy szeretnénk. Ugye erre is ugye a mai világban reflektálni ahhoz, ahhoz kevésbé tudnék hozzászólni, viszont hogy a középkorban ennek egy hosszabb hagyománya volt, az vitathatatlan. Tehát pont akár ebben az abbászida korszakban, 8. vagy 9. században egyértelműen adatolható, hogy pont akár a dzsadal, amelyet az arab dzsadalnak nevez, olyan típusú hitvitáknak a megrendezése, amely akár közönség előtt zajoljon le, hogy az legyen a cél, ki tud érvényesebben érvelni és a másikat legyőzni,
akár munázzara, tehát az eszméknek a cseréje és kölcsönös eszmecsere, mint az épülésnek az eszköze és egymás megismerésének az eszköze, ez bizony ez adatolható, hogy ilyen volt. A mai időszakra átugorva viszont, ami még szerintem így érdekes lehetne, hogy a közel múltban, tehát akár ugye a Benedek pápa Regensburgi beszéde után is beindult több úgymond ilyen dialógus mozgalom, akár személyesen, akár ugye levelek útján, de hogy ezekben nem feltétlenül mondjuk a Jézus kép jelenik meg, mint központi téma, hanem akár arra való reflexió, hogy az iszlám úgymond erőszakos vallása, mit jelent a dzsihád, ugye erre ráismerni, hogy mit ért egy terminus alatt, úgymond a nyugat, mit ért egy terminus alatt a kelet, vagy pedig az iszlám részéről egy résztvevő. Tehát, hogy annak a szükségszerűsége körül látszik inkább kibontakozni egyfajta párbeszél, hogy hogyan értsük egymást jobban meg. És ilyen központi témák, amelyek visszatérnek, nem feltétlenül csak teológiai jellegűek, már amennyire én ismerem, tehát lehet, hogy sokkal részletesebben is ki lehetne fejteni. De például, hogy hangsúlyozza a párbeszéd a fele barátnak a szeretetét. Ugye? Tehát, hogy akár a kereszténységben ez benne van, akár az iszlámban, hogy ezt hogyan lehet közelíteni. Vagy például isteni oldalról az igazságosságnak és a kegyelemnek a megértését, hogy ez hogyan közelítheti a két közössége. És aztán ezen kívül, ami még problematikus lehet, és így a dialógusra reagálva megnézni, hogy akár ezek a így a Rómában lezajlott, 2008-ban lezajlott találkozó, akár a leveleknek a kapcsán, ami nehézé teszi, hogy még mondjuk a katolicizmus oldaláról látható egy központ és közös jelenlévő, addig mondjuk az iszlám oldaláról honnan érkeznek emberek, akár európai iszlámból, akár különböző országokból, de onnan sem feltétlenül csak a mecsetekből, hanem olyan figurák is érkezhetnek, akik bizonyos értelemben marginálisnak tekinthetőek, tehát ugye más szemszögből. Tehát, hogy mennyire inkább itt a gyakorlati nehézsége még, ami fölmerül a dialógusnak, hogy mennyire központosítás hiány, és fölmerült itt például egyes központoknak a kérdése, tehát Iránból, például Qomból nem érkeznek ilyen párbeszédekre résztvevők. Tehát, hogy inkább ez a nehézség, hogy lehet, hogy van egy iszlám és kereszténység közötti párbeszéd, de hogy az azon résztvevők mennyire reprezentatív tagjai a közösségeiknek, és nem mindig csak ilyen konkrét kérdések, hanem úgy láttam, hogy akár ugye a vallási sík mellett a kulturális vagy a politikai találkozások síkján különböző kérdések merülnek még fel. Tehát ami mondom így a távolabbra tolja néha a fókuszt. Nem tudom, hogy jól értettem itt a kérdéseknek egy részét, de hogy ezt tudnám még így a vita kapcsán reflektálni. Úgy, hogy a reprezentativitást azt nem tetszik nagyon szignifikánsnak, tehát erősnek látni. Ezzel a rezervációval tetszik ezt a reprezentativitási megállapítást megtenni? Bocsánat, nem biztos, hogy... Tehát, hogy a... Szerintem azt mondja, hogy akarnak ilyen figurák, de nem tudjuk, hogy ezek mennyire dominánsak ténylegesen a jelenlegi szakteológiában. Tehát nem tudjuk, vagy pedig két egyet vannak mindjárt, vagy pedig a kettő ugyanaz. Igen, tehát hogy mivel nincs egy olyan központ, amely részéről ez egyértelműen lefedhető lenne, ugye a másik meg sok, tehát hogy számszerűen elemezve például a résztvevőket, tehát sokkal több európai muszlim van, ugye, hogyha mennyire reprezentatívak, hogyha lehet ezt a szót mégis használni, az egész közösség szempontjából. Hát ennek a kérdés, még egy kérdés, még a megértéshez, ami hozzájárul, ugye akár tehát hogyha meg nyelvekkel is foglalkozunk, a nyelvészek is vagyunk, ugye az is érdekes, hogyha például egy ilyen személyes találkozóra kerül a sor, ugye, hogy például legyen szó akár a latin, görög, vagy akár az olasz nyelvnek a használatára, vagy hagyományaira, ugye is kevesen értenek például arabul fordítva ugyanígy, tehát hogy igazán nyelvi hozzáértésen alapuló egymásnak megértése
mindenképpen egy nehézsége még így a dialógusnak, vagy a párbeszédnek, vagy akár a vitának. Persze, a fordítások kapcsán akár, tehát amit mondtam, hogy fölmerül például a sokszor a dzsihádnak a kérdése, hogy ezt mi helyesen tudjuk-e fordítani szent háborúnalra, hogy ezt biztos, hogy visszautasítják, hogy ennek az egymás megértésének a kérdése, ez mindenképpen egy nehézség. Ez csak a mi problémánk. Tehát Kairóban ez a keresztény-muszlim párbeszédnek nem lesz problémája, mert a kairói keresztények fognak tudni arabul. És ugye az a kérdés, hogy ott mi van. Én azt akartam megkérdezni, hogy emlékeztek-e arra, én most nem tudom megmondani a nevét, a 90-es években volt Kairóban egy egyetemi tanár, aki ilyen módon indult el, egy muszlim, aki a Koránt a Biblia kutatáshoz hasonlóan a keresztény hermeneutika eszközeivel irodalomtudományi módon próbálta megértelmezni. És ez lehetett volna például egy keresztény muszlim párbeszédnek a kiinduló pontja. Na most az történt, hogy őt felfüggesztették, és nem csak, hogy majdnem megfenyegették, szóval egy ilyen proskripció volt, és ugye mivel az iszlám jogban van erre lehetőség, erőszakkal elválasztották a feleségétől. A felesége azonban kiállt, mert a felesége is egyetemi tanár volt, és a felesége nem ijedt meg a saját árnyékától, és kiállt a férje mellett. De a dolognak a vége az mégiscsak szomorú lett. Hát a férjet meghívták egy hollandiai egyetemre előadónak, és a felesége követte, és aztán mind a ketten irodalmárok voltak. Tehát, hogy létezik az iszlám világban is ilyen. De az inkább emigrál de nem tudod gyökeret venni. Uh-huh. Nos, a másik dolog az, hogy a keresztény ökumené, amikor én katona voltam, nagyon-nagyon jól működött a katonabajtársakkal, de nem működik teológiai professzorokkal, mert azoknak egészen más érdekeik van. Tehát pontosan azon a síkon, amiről mi beszélünk, ott fog legutoljára bekövetkezni, és a muszlim-keresztény együttélés szintjén, hát ott változó, ott nagyon különböző. Ott lehet nagyon-nagyon barátságos és nagyon elfogadó, és lehet nagyon ellenséges, de legutoljára fog a különböző muszlim méltóságok, ugye már amennyire ott vannak, ugye egészen más, hiszen nincsen az a fajta hierarchia, mint mi nálunk, és a keresztény teológiai professzorok között, vagy nem tudom én, bíborosok között megtörténni ezt. Tehát az lesz a legutolsó fórum, ahol ahol közeledés lehet majd tapasztalni. Tehát nem tudom, hogy akkor, amikor a pápa őszentsége elmegy a Közel-Keletre, és ott különböző muszlim írástudók kíséri, hogy ott tulajdonképpen a protokollon túlmenően valami történnék-e. Azon kívül nem is a pápa felelős a párbeszédet, szóval ő megint nem az az ember, aki párbeszédet tudna folytatni. Tehát ez egy gesztusok. Szóval csak egy ötlet, hogy lehet, hogy amit meg kéne nézni, az lehet, hogy a indiai vallástudományi folyóiratok tudnék. Az a legnagyobb olyan, hogy mondjam, összefüggő muszlim tömb, ahol hát egyszerűen jogi okoknál fogva nem lehet senkibe belefolytani a szót. Tehát és egy van egy iszlám hagyomány is, ugye, amelyik úgy tudja, hogy Jézus túlélte ugye, a kereszt halált, és gyógyulását követően kicsempészték, vagy valamilyen módon. Igen, csak ilyen tetsz halált szemület, és aztán indiai, ez most hogyan ide? Hát úgy, hogy van egy olyan iszlám koncepció, amelyik úgy tudja, hogy az India környéki területek
azok nagyon erőteljesen... Na, én ezt nem ilyen helytörténet értelme gondoltam, hát hanem azt gondoltam... A címe az volt, hogy Jézus alapja a Koránban. Innen jön, és nem pedig az, hogy hogyan lehet dialogizálni, hanem hogy Jézus alapja a Koránban alapon, hogyan lehet dialogizálni. Innen jön az én oldalamról. Ja, értem. Tehát én csak azt akartam mondani, hogyha abból indulunk ki, hogy nincs, ezek szerint nem nagyon van iszlám országokban olyan fajta, hogy mondjam, szekuláris vagy a tudományos szabadság alapján álló tudományos vita. Ezzel kapcsolatban mondtam én azt, hogy ez alól India az biztos, hogy kivétel, mert India egy szabad ország. Tehát, hogy az biztos, hogy minden ott is él több mint talán 500 millió muszlim, vagy talán 200 millió muszlim Indiában, nyilván ehhez tartozik egy óriási egyetemi világ, meg egy óriási felsőoktatás, amiben sokkal több ember él egyszerűen, mint Szaúd-Arábiában vagy Egyiptomban, és ott meg lehetne már vizsgálni annak a reprezentativitását adott esetben, mert az, hogy Szaúd-Arábiában mi jelenik meg, az nagyjából minden, hiszen ebből államban. Tehát ott úgy se lehet azt vizsgálni, de szerintem az talán érdemes lenne, és ideailag, amennyire tudom, elég jók mindenféle. Sajnó kollega, aki volt nálunk az egyik konferenciát, de emlékszem rá Rochesterből, aki a Rochesteren által alapított dialógus, vallásügyi dialógus intézetnek a vezetője, korábban a rochesteri imám közösségnek volt, az iszlám közösség volt az imámja. Tehát a tudományos kvalitás és a szakrális kvalitás egy személyben össze is fordulhat olyannyira, és ő szintén valahonnan India környékéről, Pakisztánra onnan származik, és nem pedig Szaúd-Arábiából vagy. Ha szabad néhány megjegyzést akkor ehhez hozzáfűzni. Tehát az egyik az, hogy India az egy nagyon jó példa, de India mellett lehetne még említeni például Izraelt is, ahol szintén ugye vannak muszlim tudósok is, zsidó tudósok is, keresztény tudósok azok kevésbé, de még azt is hozzá lehet fűzni, és ahol lehetőség nyílik egyfajta szabad vélemény nyilvánításra. Itt vannak is, magam is voltam ilyen intézetben, ahol vannak ilyen a három abrahámi vallás dialógusát előmozdító kezdeményezések, illetve próbálkozások. Sokszor gyerekcipőbe járnak, ezt hozzá kell tenni, de ahol kinőhet valami fajta olyan modell, ahol ennek egy tudományos megalapozottságú és szabadon előadott dialógus kultúra kiformálódhat. Illetve nyilvánvalóan azt is látnunk kell, az Orsolya mondott, az valójában ténylegesen igaz az arab országok, az arab törzs többlet országaira, tehát ott egyfajta kritikai, mondjuk korán tudomány az intézményes szinten nem tud működni még napjainkban sem. De a másik oldala ennek is, ami azért pozitívnek fölfogható, onnan emigránsok nem csak negatív tapasztalatokkal, pozitív tapasztalatokkal is különböző európai, illetve amerikai oktatási intézményekben viszonylag jól tudnak integrálni. Akik ugyanakkor ott nőttek fel, tehát nyilvánvalóan az iszlám világnak az autentikus képét tükrözik akkor is, ha már az életük másik felét nem ott töltik. Ezek a pontok is, hogy mondjam, csírájában megjeleníthetnek valamit ebből a általunk igényelt, szabadon folytatott dialógusból. A másik viszont, amire még reflektálnék, ennek a teológiai dialógusnak a szükségszerűsége, vagy fontossága, vagy életszerűsége, ami szintén itt többször elhangzott kérdés szempontjából is megfogalmazódott. Az is biztos, hogy nyilvánvalóan egy ilyen dialógus konferenciákon, vagy általában a dialógus kultúrában talán könnyebb megtalálni azokat a közös pontokat, ami valami fajta etikai, morális vagy politikai cselekvésre irányul és összeköti a két vallásnak a híveit, ez biztos.
De hadd hozzak néhány személyes tapasztalatot, amikor én 95-96-ban egy évet töltöttem Szíriában, akkor még volt Szíria, úgyhogy akkor még működött a dolog, és akkor elég sokat utaztam ott a térségben, tehát sokat voltam Törökországnak a keleti felén, a kurd területen, vagy Jordániában, vagy itt-ott, és ráadásul egy helyi kurd sráccal utaztam be ezt a térséget, és akkor mindig ilyen mecsetekben szálltunk meg, mert ez ingyen ment, ugye akkor mi ilyen itthoni ösztöndíjjal mentünk ki, ami hát nem biztosított különösen jó anyagi lehetőségeket, tehát örültünk ennek a formának, és minden este, amikor megszálltunk egy ilyen helyen, akkor összegyűltek a helybeliek a mecsetben, imádkoztak, és az imádkozás után, ugye hát én voltam ott az európai vendég és a kuriózum, akkor mindig összegyűltek oda a körém, és akkor majdnem minden este kibontakozott egyfajta ilyen dialógus, egy ilyen népi szintre levő dialógus, aminek viszont a témája abszolút a teológia volt. Tehát gyakorlatilag engem ezekkel a kérdésekkel szembesítettek egyik városból a másikba menve, folyamatosan újra és újra, hogy akkor te miért gondolod azt, hogy Jézus az Isten fia, vagy Jézus az több, mint egy próféta, vagy egyáltalán, hiszen itt van a szövegünk, vagy miért nincs megjelenő, miért gondolod azt, hogy nem jövendölte meg Jézus az evangéliumban, vagy valamelyik evangéliumi hagyományban Mohamednek a fellépését, hiszen itt is itt van ez a bizonyító szövegünk. Tehát abszolút mértékben én azt láttam, hogy a népi szinten, vagy egy nem a kifejezetten a intézményesült dialógus szintjén, viszont muszlim részről is volt egy igény már akkor is, vagy legalábbis valami fajta kíváncsiság, hogy na most itt van egy figura, aki magát kereszténynek mondja, aki Európából jött, és aki itt tanult, és olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tud arabul is, tehát tudunk vele beszélgetni, és akkor tessék, kérdezzük meg ezeket a kérdéseket, tegyük fel neki, és lássuk, hogy mit tud mondani. Nyilván nem sikerült meggyőzni őket, azt nem állítom, de minden esetre estéről estére egy kis saorma mellett, meg egy pohár tea mellett kialakult valami fajta olyan párbeszéd, amiből aztán későbbiekben ez a könyv is kinőtt, tehát aminek a magja mégiscsak ezek a teológiai konfliktusok. Jó? Tehát még ennyit akartam hozzátenni. Sőt, tovább menve, legalábbis az én tapasztalatom az volt, hogy voltak helyek, ahol ez nagyon normálisan működött. Tehát a muszlimok elmentek azokra a keresztény ünnepekre, amiket ugye mulidnak éltek meg, amik ott történtek az ő környezetükben, és a muszlimok számára a keresztény szentek azok kifejezetten fontosak voltak, mert ezek gyógyító erővel rendelkeztek. Tehát azért kellett egy szent helyet meglátogatni, vagy egy szentnek tiszteletet és imádatot biztosítani, mert ezáltal a gyakorlati életben őnek így bizonyos előnyeik származtak. Azt aztán Törökországban láttam, hogy amikor ugye a görögöket elűzték, akkor azok a források és azok a gyógyító szellemek, amelyekhez évtizedeken vagy évszázadokon keresztül járulhattak, azok elvesztek, és ezáltal a muszlimok vesztesévé váltak annak a politikai purgálásnak, hogy a keresztényeket elűzték.